Nagy munkában volt a Mikulás ebben az esztendőben is. A kedves ősz vendég Krampuszai kíséretében végigjárta iskoláinkat és ellátogatott az óvodákba is. Elsőként a művelődési ház nagy termében találkozhattunk vele, ahol már sok-sok gyermek várta. A Mikulás mindenkivel elbeszélgetett, mesét is olvasott, kísérői pedig a bájos manók, zenés, táncos showműsorral lepték meg a vendégeket. Szociális szolgálatnál gyakori vendégek a gyermekek, a lejtősori otthon szépkorú lakóit rendre meglepik valamilyen kedves műsorral. Ez most sem maradt el, a Napfény Volda csemetéi vendég szerepeltek ezúttal önálló kedves műsorukkal. Előkerültek az ajándékok is, melyeket egy ismerős Mikulás osztott ki a lakók között, miközben el is beszélgetett velük. Nem győztünk csodálkozni, hogy honnan ismeri mindegyiküket ilyen jól. Azt hallottam, hogy nagyon-nagyon jó ember az István bácsi. Ugye nem tévedtek, akiket mondták. Tehát ezt a kis apróságot megérdemli, ugye István? Az ötös iskolában piros ruhadarabokkal díszítették magukat a diákok a Mikulás érkezésének tiszteletére. A lapföldi vendég itt meleg fogadtatásban részesült, Csilla tanárnénnek kellett közbelépnie, hogy a gyerekek szét ne tépjék szegényt. Volt zene, tánc, karaoke és közös dalolás is. A másik iskolánkban, a Kossuth utcában is tiszteletét tette a Mikulás, itt az aulában közös énekléssel várták a gyermekek. Rendhagyó módon a télapó nem csak adott, hanem kapott is ajándékot ezúttal. A kisebb gyermekek, az óvisok is nagyon várták a Mikulást, a Napfény oldalban teremről teremre járva minden csoportot meglátogatott. A gyerekek helyjel kínálták a kedves vendéget, és énekeltek is neki. A jutalom természetesen most sem maradhatott el. A Mikulás kérésére minden csoportban fénykép is készült, amit a téli estéken kedvére nézegethet majd a kandalló előtt ülve. A Hétszínvirág óvoda vadonatúj tornatermében gyűltek össze az apróságok egy mese előadásra, amiben az összes óvis csoportot bevonták a szereplők. Milyen szép meglepetést készítettek a Mikulásnak! Őzikék, segítsetek nekem! Hegyen, völgyön, mély a hó, lassan léphet fél a hó. Összakállát vérezek, messzi földről érkezek, pompás botja imbolyó.
Futonyában mit hozott? Mindenféle földiót, dundiliót, magyarót. Csodák csodájára a Mikulás, aki meghallotta a picik énekét, egyszer csak a sarokban lévő kandallóból hirtelen előbújt a gyermekek nagy meglepetésére. A picik itt is kedveskedtek a vendégnek dalocskákkal, sőt, ajándékként az összegyűjtött rajzaikkal is meglepték. Nem csak a gyermekekhez érkezett meg a Mikulás az idén, hanem a felnőttekhez is. Az MSZP nőtagozatának szokásos évvégi ünnepségén, az ő szakáll mögött itt is egy ismerős arcot sejthettünk.